Sziasztok srácok! Világos vagyok. Ezt a videót mindenképpen érdemes lesz végignézni, ugyanis ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan győzhetsz az amőbában. El fogom magyarázni, hogy mitől függ az, hogy melyik fél nyeri meg a partit, illetve hogy mik azok a főbb irányelvek vagy alapszabályok, amiket az erősebb játékosok alkalmaznak. Miután feliratkoztál a csatornámra a videó alatti piros gombbal, és a mellette lévő csengőre kattintottál, vágjunk is bele. A legfontosabb kérdés, amivel ebben a videóban foglalkozunk, az az, hogy mi dönti el azt, hogy melyik fél nyeri meg a partit amőbában. Egyszerű a válasz, az fog nyerni, aki gyorsabb. Fontos megjegyezni, hogy itt nem az időre gondolok. Akkor pontosan miről beszélek? Mondom. Az amőbában két szín van, az X és a kör. És az a játékos fog nyerni, amelyik előbb képes a győzelmet jelentő tervét véghez vinni. Képzeljük el a következőt. A kezdő játékos lerak egy X-et. Utána a második játékos is lerak tőle távolabb egy kört. Utána az első játékos leteszi a második X-et, majd a körös játékos a második kört, és így tovább. Belátható, hogy ezzel a legegyszerűbb lépéssorozattal a játékot elkezdő, elsőnek tevő játékos fog nyerni, vagyis az X. Tekintve, hogy az X képes először az ötöt létrehozni ebben az esetben. Na most erre te, kedves nézőm, mondhatod, hogy há, rendben van, világos, de ezt ki nem tudja? Ez tök egyértelmű. Tudod, amikor erős ellenfél ellen játszasz, ez a szabály ott is igaz. Ha mester vagy nagymester ellen játszasz, akkor azt tanácsolom, hogy mindig számolj előre, és a számítások alapján kérdezd meg magadtól, hogy ki a gyorsabb. És hogyha erre az a válaszod, hogy én vagyok a gyorsabb, tehát gyorsabban tudok ötöst létrehozni a táblán, mint az ellenfél, akkor hajrá, mert helyes a terved. Na most ugye itt, ahogy az ábrán láthatjuk, itt ezt az ábrát a 6-os X nélkül képzeljük el. Tehát láthatjuk, hogy ugye X kezdte a partit, utána rakott a kör az X mellé, utána az X ide SV-szerűen kezdett, kör pedig ezt az L-alkot tartotta a második lépésével, harmadik lépés, negyedik lépés, és ami érdekes ebben az állásban, hogy nézzük meg az első öt lépést. Tehát az első öt lépés után ez a piros X nélküli állás jött ki X-nek. És ebben az esetben körnek a legutolsó lépése az volt, hogy létrehozott egy kettős hármast. Na most ebben az esetben úgy tűnhet, mintha ebben az esetben kör nyert volna, hiszen, hogyha ezt a vízszintes hármast elblokálom, akkor ugye itt akkor az átlós hármason fog nyerni, illetve viszont. Viszont itt körnek, X-nek van egy sokkal jobb lépése. Ez a hatos lépés. Tehát itt a kérdés megint az, hogy ki a gyorsabb? Hát X, mert X ezzel a hatos lépésével, vagy itt,
Vagy ezen a másik helyen rögtön ötös tud létrehozni, míg kör a következő lépésével csupán egy négyest. És pontosan ezért nyert az X, mert ő gyorsabb. Na most erre nézzünk akkor egy... megpróbálok erre bemutatni egy példát, mondjuk pusztítóval, vagy... megpróbálok erre bemutatni egy példát. Jó, próbáljuk meg őt. Tehát most ugye mi vagyunk X-el, és most lássuk ezt, hogy arra figyeljünk végig a meccs során, hogy ki a gyorsabb. Oké. Okay. Igen, ő egyébként egy kicsit gyanús játékos, tehát itt most ugye tartjuk az L-lakot. Lássuk. Ellenfelünk 322 pontos. Egyébként ő vele éppen tegnap játszottam. Jó. Na igen, látjátok, itt jön elő az, hogy ki a gyorsabb. Most, hogyha én engedem neki H10-et, utána F10-re nyerhetne. Na most, hogyha ide teszek, akkor ugye leblokálom, de itt létrehoz egy ilyen 3-ast, és ezt vajon tovább tudná-e így építeni? Ez a kérdés. Igen, itt ez a kérdés. Tehát itt a kérdés az, hogy... itt most mit tud az X, mit tud a kör ebből kihozni? És látjátok, rögtön itt már gondolkodóba estem, mert itt az a problémám, hogy a kör gyorsabb tud-e lenni az X-nél mondjuk egy ilyen J7 lépésre. Ugye J7-re jönne H10, majd F10 és a kör nyerne. Szerintem itt most nekem rontani kell. Nem tudom. Jó, hát itt most nem adnék különösebb esélyt, de érdekes, hogy itt most a kör rögtön jobban kezdett állni. Ezen elalakos kezdésem ellenére is. Igen. Go van... Van szor, van noob. Ő egy picit talán gyanús játékos. Tehát ővele tegnap játszottam. De hát lássuk. Picit gyanús játékos. Tehát most itt az a kérdés, hogy az X vagy a kör tud-e gyorsabb lenni. Most én ezt itt azért ezt védem, mert itt nem akarok K7-re neki helyet adni. Na most ugye az természetesen nincs benne egyébként ebbe a képletbe, tehát ebbe vagy ki a gyorsabb típusú gondolkodásba, ebben nincs benne annak a lehetősége, hogy hibázok, tehát, hogy a számításom hibás. Tehát olyan például nincsen a képletbe, hogy például nem veszem észre azt, hogy az ellenfél fent nyert ötössel. Ugyanis, hogyha rossz a számításom, akkor nyilván veszítek. Na most, igen. És ugye, amit az előbb láttunk képen, tehát ez a hely kihagyásos ötös, ez pontosan emiatt nyerés a 2x3-assal szemben, mert a hely kihagyásos ötös az gyorsabb, az egy gyorsabb taktika, mint a 2x3-as. Igen, na most nem tudom, hogy ő miért ennyire lassú, vagy itt, ez most program akar lenni, vagy ez megint micsoda? Ez nagyon gyanús, hogy ő ennyire lassú. Egyébként, igen... Jó, hát nem akarok senkit sem alaptalanul megvádolni. Most kérdés az, hogy az ellenfelem erre nyerte. Jó, hát srácok, érdekes, hogy ennyire lassan tesz. Hát ugye azért, én azért teszek el lassan, mert magyarázok. Hirtelen nem is tudom, szerintem neki basszus erre nyerése van. És ugye H3 se jó, mert H3-ra H7-en véd, és 3-asan van, védenem kell. Aha. És egyébként meg itt E10, E9, E8-ra fenyeget nyerni. Hát hirtelen nem is tudom. Nem, ezt ő megnyerte, nem tudom. Nem akarom meggyanúsítani, viszont ővele tegnap is játszottam, és eszméletlenül gyorsan nyert, és szerintem ez... Ez viszont, nem tudom, ezt gyanítom, hogy ez program.
Tehát ő neki most emiatt nem adunk visszavágót, jól van. Ővele játszottam egyébként éppen tegnap, és vele az a problémám, hogy számomra nagyon gyanús a játék stílusa. Tehát ez, hogy gyakorlatilag 8-9 lépés múlva a fiú betesz egyszerűen egy olyan elképesztően erős lépést, hogy az valami döbbenet, azért az egy kicsit durva. De jó, persze, legyünk jó indulatúak. Ő ezt fejből nyomta, nem tudom. És eleve nagyon agresszív volt a stílusa, egy kicsikét. Na most akkor nézzünk egy perceset a Dark Horse-szal, ha sikerül kihívni. Na most a zsebi, nem, Dark Horse. No, ez azt jelenti, hogy nincs döntetlen, tehát ötöt ki kell hagyni. Na lássuk, egy perces Dark Horse-szal. Jó, így. Jó, így. Így. Hopsz. Ezt buktuk. A franc egye meg. Hát, srácok, igen, itt, és már nyert is. Sajnos ez nem a legjobb. Hát ugye L6. Igen, és L6. Sajnos itt most nem vagyunk a legjobb formába. Jó, hát akkor nézzük, kapunk-e visszavágót. Lássuk. Most mi vagyunk a körrel? Na lássuk, ez tipikusan egy SV alakzat, és ugye egy perc a játék idő, ne felejtjük. Jó, jó. Jó. Itt lent kell, ugye a hármast kivédeni. Gondolom, itt tovább építi F10-re. Nem. Nem. Jó. Ne felejtjük el, hogy egy perces a játék. Egy perces, és nem több. Igen, J9. J9, aztán H8-ra akarom, hogy esetleg... Tehát itt megint az a lényeg, hogy ki a gyorsabb. Pláne, amikor ugye egy perces a játék. Jó, itt próbáljunk létrehozni valamit. Tehát igazából azt fog nyerni, aki gyorsabb. Jó, itt ugye védjük. Itt a négyes, igen. Jó, az itt, ugye az itt nem, ez itt semmis. És lássuk, hogy itt szerintem itt nincs semmilyen helyzete. Itt esetleg D, igen, D5-öt tudok elképzelni, aztán C4-et. Úgy van. Itt csak hát ugye ez semmis, én szerintem, vagy ez nyeré. Nem, ez nem nyerés. Tehát látjátok, ő, akivel előbb játszottam gyerek, ő gyakorlatilag erősebben játszott, mint ez a mester. És ez azért eléggé egy picikét gyanús. Jó. Hát ugye ez itt a F5, F4, ez a hármas nem fenyeget, és szerintem egy picit jobban állunk, időben is jó, kezdjük azért behozni a lemaradásunkat. Lássuk. Jó, ugye ezt védeni. Jó. Oké. 10-10 másodperc, kérem szépen. Tehát lássuk, hogy melyikünk a gyorsabb, szó szerint is egyébként, de ez szerintem, hát ez túl lassú a Dark Horse. Dark Horse túl lassú volt. De látjátok, érdekes, hogy a mestert megverem. A mestert megvertem az előbb, meg attól a szakitól kikaptam. Ez azért úgy érdekes kicsit. Egyébként itt H3-on lett volna esély ugye nyerni, H3-on 5-ös 4-es. Lássuk, kezdjünk akkor így SV-be. Jó. Fú, ezt, de nem szeretem ezt a kezdést. Úgy van. Most meg... Jaj. Hát egyébként itt már nyert is volna a kör. Sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a kör nyert is. Ja. Igen, valamiért most. Hát ugye K5K, igen. Jó, hát ezt itt blokkáljuk. Jó, hát mondjuk itt, ugye itt ne adjunk esélyt, de egyébként ezt ő megnyerte, tehát ez számára nyert helyzet, sajnos. Sajnos itt nem vagyok most túl jó,
Basszus! Baszki! G10! Azt a rohadt! Most veszem észre! G10-et! Esküszöm, nem láttam, srácok! Jól van. Jól van, 2-1. Tehát látjátok, ezt mondtam, srácok, hogy az előbb az a noobos srác. Köszönöm. Hát Lucky, erre viszont én azt mondom, ugye, hogy viszont ő meg egy perces játékot játszott, és ő állította be a kezdést, tehát hogy ez most mennyire Lucky, meg mennyire nem abba azért annyira nem mennék bele, hogy ez mennyire volt szerencse. Tehát látjátok, igazából ez a videó központi témája, hogy döntően az a játékos fog nyerni, aki gyorsabb. És aki gyorsabban képes az ötletét kivitelezni. És ugye ezért van az, hogy a hely kihagyásos ötös állás, itt az X-nek, az X hely kihagyásos ötös állása, ez sokkal erősebb, mint a körnek ez a dupla hármasa, pontosan ezért. Mert az X az gyorsabb. Tehát a partjait során mindig erre próbálja koncentrálni, hogy ki a gyorsabb. Srácok, egyébként a videósorozat az nem szakadt meg, folytatni fogjuk, csupán most nekem az egyetemen eléggé el voltam havazva különböző beadandókkal, meg vizsgára készüléssel, stb. A vizsgai időszak meg csak még most jön. Úgyhogy a lényeg az, hogy gyakorlatilag nem hagytuk abba a sorozatot, és fogjuk is folytatni. Amint egyébként egy kicsit több időm lesz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a következő videóban. Világos voltam. Sziasztok!